Szerintem kezdjük Ezgő Périvel. Keressük fel úgy visszamenőleg azt a kisfiút, aki egykor ez a felnőtt volt. Lehet, hogy furcsának tűnik, de én óvodáskoromra is emlékszem. Én otthon is valami szikrát kaphattam ebből, mert az én nővérem, ő lelkes színjátszó volt, és a faluban nagyon jól működő csoport volt. A próbánkra nem vittek el magukat, de az előadásokon már ott voltam. Az alapiskolát az 1-től 5-ig helyben Verekényen végeztem, majd utána 6-tól bejáró lettem Pozsonyban. A Volt rádió mögött volt az iskola, mi oda jártunk, és én is elég korán megkóstoltam a rádióban, a rádiójátékokban való közreműködést, mert ifjúsági adásokban fiatal gyerek hangokat kerestek. A pályádat itt kezdted Komáromban, bár nem ebben a színházban, hanem még a Magyar Területi Színházban. Milyen emlékek fűznek ide téged? Ide, ehhez az épülethez? Hát akár. Hát csodálatos emlékek. Először is, mikor 65-ben lejöttem én a Komáromi, akkor meg a Területi Színházhoz, úgy éreztem, hogy az álmaim valóra válnak. Az 50-es évek elején, ugye mivel kikötőváros volt Komárom, sokféle náció, nemzetiség megfordult itt, sokféle vallású emberek, és valahogy megfértek egymás mellett. Úgy, ahogy én gyerekkoromban, Pozsonyban találkoztam emberekkel, akik németül beszéltek, magyarul beszéltek, szlovákul, senkinek nem volt baj, nem irritálta, hogy másik milyen nyelven beszélt, kicsoda, micsoda, tisztelték és szerették egymást valahogy. Üdvözlöm, elnök úr! Örülök, hogy régen találkozhatunk. Ahogy kiválasztok egy-egy darabot, egy-egy akár monodrámát, hogy én mit tudok ezzel mondani, mit tudok átadni a közönségnek, valahol mindig ott van ez, amit az Esterházy lényében, az emberi mi voltában tudok megfogalmazni, hogy számomra ő a hit, az áldás és a szeretet. Ember! Küzdj, ember! Ember emlékezet óta szinte baráti viszonyban vagytok Boráros Imrével. Milyennek látod őt mostanában, ahogy ezeket a darabokat játsza? Kemény főnök. Mármint, hogy bizonyos fokig az én főnököm is, ugyanis ő vett rá engem arra, hogy színpadi szerző legyek. És aztán ez a kapcsolat idővel, barátsággá fejlődött. Köszönjük néked, Jézus, hogy szent akaratodat mindenben teljesíteni törekedtünk, törekszünk. Köszönjük néked, Jézus. Hány éve annak, hogy így egymás mellett úgy jóban, rosszban kitartotok? 51 évvel ezelőtt házasodtunk össze. Hogyha két ember könnyebben fogja meg, azt szokták mondani, ugye ezt a kétfülű kosarat, és a házasságban másról kapcsolat, másról fog szólni a családalapításról, annak ellenére, hogy nekünk elég későn szántuk rá magunkat, és elég későn született 6 év után a fiunk, Henrik, de mert annyira el voltunk foglalva. 12 komoly díjat, komoly elismerést kaptál, legutóbb a Kossuth díjat. Csodálatos valami ez. Ugye ez a pályámon, a sok-sok stáció közül, ahol mindig valami olyan történt, ami számomra egy állomás volt, ez a csúcs. És én hálát adok a sorsnak, hogy itt vagyok, és csinálhatom azt, amire valamikor föltettem az egész életemet, és elindultam azon az úton.